büszke vagyok az erkélyemre. Tényleg büszke vagyok, mert szép. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép. Szalma Piroska a Keresztöltés utcai garzonban lakik, az önkormányzati tulajdonú lakás balkonja még most is színpompás. A muskátli mellett tengerfű gömbvirág díszeleg, a jó illatért pedig a mézvirág felel. És mennyivel másképp nézne ez a ház ki, ha mindenütt legalább egy pár bokorvirág lenne. Mert most legyünk őszintén, filléres dolgok. Ezek filléres dolgok. Ez volt a célja az IKV-nak is, amikor meghirdette a szépségversenyt. A legvirágosabb balkon és a legszebb bejárati ajtódísz kategóriában összesen 30-an neveztek. Az utóbbi azoknak is esélyt adott, akiknek nincs erkélye. Két olyan külön díjat is ki fogunk osztani, akik úgy jelentkeztek, hogy igazából sem ajtódísz, sem balkon nem kapcsolódik hozzájuk, hanem ők egy olyan épületben laknak, aminek az udvara 100%-ban önkormányzati tulajdon, illetve egy olyan udvar mellett, egy olyan rész mellett élnek, és ők magukénak érezték ezt a területet, és maguktól gondozzák, ők tőlünk csak a fűnyírást kérik. Kategóriánként 3-3 helyezés született. A versenyzők között összesen 150 ezer forint értékű ajándékutalványt osztottak ki. A legszebb balkon tulajdonosa több időt tölt a virágaival, mint bármi mással. Ez úgy jön nálam, hogy van elképzelésem, de amikor elmegyek a világüzletbe, akkor ott mindig más az elképzelésem, és akkor amikor ott vagyok, akkor látom, hogy ezt fölteszem a kaspókba, akkor azt ott rendezgetem, egymás mellé teszem, ha tetszik, akkor ezt megveszem, elviszem haza, kiakaszgatom a kaspókba, megnézem, lemegyek az utcára, megnézem, hogy szépe, azt, ha nekem tetszik, akkor úgy hagyom. Az IKV több programot is indít annak érdekében, hogy a lakók megóvják az épített és természeti környezetüket. Korábban virágültetési akciók és gyermekrajzpályázatok voltak, hamarosan pedig épület fotópályázatot írnak ki.